Cseresznye és megy. Latin néven Prunus avium és Prunus cerasus. Ezeknél a növényeknél nem csak a vad alanyok teái, hanem a nemesített fajoké is jó hatással vannak a nyálkaoldásra, az elzsírodás megakadályozására. Persze ezen kívül a szívműködés segítségére, vízhajtására és hólyag gyulladására. A gyümölcsök szárai képezik a drogot, de a megylevél is használható szárított és friss állapotban is. Kezdem a leggyakoribb betegségekkel, a hólyaggyulladással. Különösen a nők fáznak fel gyakran, és kapják el ezt a kellemetlen betegséget. Amikor az orvos megállapította a hólyaggyulladást, vegyenek a boltban medgy és vagy cseresznye szárat. Szerintem a medgy jobb, de ha keveréket kapnak, az is jó. Igyanak meg belőle naponta 3 csészével langyosan. Igen, jó ízű, tegyék ezt mindaddig, míg a vizelet csípő érzést okoz, és zavaros a színe. Ha kitisztult a vizeletük, és már nem okoz gondot, akkor se hagyják abba te a fogyasztását, még legalább 3 hétig igyanak meg, heti 2 csésze teát a medgy és a cseresznye keverékéből. Ha a vegetációs időszakban hozzá tudnak jutni a medgylevélhez a 3 hét alatt, akkor a belőle készült teát igyák utókezelésül. A medgyek közül mi a vadmedgyet és utána közvetlenül az úgynevezett cigánmedgyet tartottuk a legjobbnak. Amikor az elzsírosodás megakadályozására akarják használni, akkor a déli vagy esti, esetleg mindkét étkezés utáni igyanak meg egy-egy csésze medgy és vagy cseresznye szár teát. Az elzsírosodás megakadályozásán keresztül fogyasztására is alkalmas, de ebben az esetben egy keveréket kell készíteni a következő recept szerint. 2 rész medgy cseresznye szár, 1 rész mezei katán, 1 rész veronika, 1 rész sarlos gamandor, vagy ehelyett gyújtó ványfű, és 1 rész fehér árvacsalán. Ebből a keverékből 1 perces főzéssel készítsenek 3 deciliter teát, és minden étkezés előtt igyanak meg belőle 1 decit. Egy hónapnál tovább ne használják. Az egy hónap letelte után elegendő, ha csak a medgy cseresznye szárból készült teát fogyasztják, ezt korlátlan ideig csinálhatják. A szívműködés serkentésére elegendő, ha heti 2 csésze teát megisznak belőle a nap bármely szakában. Vízhajtásra szintén koraszerűen kell használni, mégpedig 10 napon át napi 1 csészével reggel étkezés előtt. Ezután 10 nap szünetet tartanak. A szünetelés időszakában csalánteát kell inni 3 naponként 1 csészével, majd 10 napig ismét a cseresznye és a medgy szárából készült teát igyák reggelenként éjjumóra. Mindaddig lehet ezt folytatni, amíg szükségesnek látják. A bél és a gyomor elnyálkásodása ellen napi 1 csésze tea elegendő, de ezt este lefekvés előtt kell meginni. A tea 2-3 nap alatt szépen kitisztítja az elnyálkásodott felületeket. Ha ezután még a székleten észre lehet venni, hogy nem tisztult le rendesen, folytatni kell a kúrát addig, amíg szükséges. Azt nem tudom, lehet-e a gyógynövény boltokban kapni a medgy és a cseresznye szárat. Ha lehet, ha nem, tavasszal, amikor ezek a gyümölcsök megjelennek, sokat szoktunk szedni vagy venni belőlük. Ne dobják el a szárát,
amikor a gyümölcsöt elfogyasztották. Tisztítsák meg a maradványoktól, és meleg, de árnyékos helyen szárítsák meg. Ezzel minden családban megoldható annak a mennyiségnek a beszerzése, amennyire szükség van.